Thank you.
Oh,
Kimondhatatlan öröm és háladás van a szívemben, hogy állok most előttetek. I have inexpressible joy and gratitude in my heart as I stand before you now. Először is nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ebben az utolsó időben ilyen csodálatos módon Isten jelenlétét élhetjük át.
First of all, I am extremely grateful that in these last days we can have a special encounter with God and experience His presence. Amen. És annyira hálás vagyok az Úrnak, hogy van hozzánk személyes üzenete is, van objektív üzenete a világhoz, de nekünk is személyes üzenete van. And I am so grateful that He has a personal message for us. He has an objective message to the world, but He has a personal message for each one of us. Mindig, amikor az ige hirdetésére készülök, akkor elkérem az Úrtól az ő személyes útmutatását is, hogy mi az objektív üzenete a környezetemnek, akik között majd fel fogok szólalni. Every time I prepare to preach the word of God, I ask Him to show me what His objective message is that He wants me to share with the people. Ez így történt az elmúlt napokban is. And this is what happened in the past few days. Nem csak Istennek vagyok hálás, hanem nektek is kivétel nélkül szeretnék köszönetet mondani most egy dologért. I'm very grateful to God, but I also want to say thank each and every one of you for something. Hosszú lenne elmondani, de rövidre zárom. A fiunk nagyon-nagyon súlyos beteg lett. It would be a long story to tell, but I want to keep it short, so I will just say that our son became very ill. Először én élesztettem újra, életemben először csináltam ilyet. I actually started applying CPR. It was the first time I've ever done that in my life, and I had to resuscitate my son. És addig sikerült újból visszahozni, míg az orvosok megérkeztek. And I managed to keep his heart beating until the doctors arrived. Hallottam, hogy imádkoztatok érte, ezt nagyon-nagyon megköszönöm. And I was told that you guys were praying for him, and I thank you very much. Most el kell mondjam a jó hírt, hogy Isten kegyelmes volt hozzánk, mert a fiunk már otthon van. And I have to share the good news with you. God was gracious to us, and our son is now at home. Amen. Egy hétig volt lélegeztető gépen, most már kezd erősödni napról napra, mindent ehet és örül. He was on a respirator for a whole week, so for him to be able to recuperate at home and to be able to eat everything and getting stronger every day, it's amazing. És én ebben a megpróbáltatásban is megláttam Isten kegyelmét, hogy ő is ezáltal közelebb került Istenhez. And even in this trial, I could see the grace of God because our son is now closer to the Lord. Hallelujah. Már ezért megértem. So I can say it was worth it. Isten útjai kifürkészhetetlenek, de csodálatosak. God's ways are unknowable, but they are amazing. Adjunk most hálát az Úrnak. So let us give thanks to the Lord. Hallelujah. Uram, én dicsőítelek téged itt a gyülekezetben. Lord, I praise you in the congregation. Dicsőítelek téged azért a szeretetért, amit szavakkal kifejezni nem lehet. I glorify you for the love that defies words. Köszönöm, hogy a te szereteted nincs érdemekhez kötve. And I thank you that your love has nothing to do with our merits. Köszönöm, hogy szeretetedet Jézus Krisztusban ismerhettük meg személyesen is. I thank you that we could get to know your love through Jesus Christ. Áldott legyen ezért, Uram, a te egész isteni lényed. And we bless your divine being for that. És áldott legyél örökké, Uram, azért, amit velünk is cselekedtél. We bless you forever for all that you have done for us. Most arra kérlek, Uram, hogy áld meg a te népedet, akik itt vannak a gyülekezeti teremben. And I pray, Lord, that you bless your people, the ones that are present here with us today. Te jól látod, Uram, hogy kinek milyen öröme, kinek milyen bánata, milyen problémái vannak. You know very well each one's sorrow and joy and burdens. Munkálkodj bennünk és közöttünk most is hatalmasan, Uram. I pray that you do a mighty work in us and through us. Köszönöm neked az éneklő csoportot. Thank you for the worship team. Köszönöm azt a nőtestvért, aki fölhívta a figyelmet arra, hogy nem kell nekünk aggodalmaskodnunk. I thank you for our sister who called our attention to the fact that we don't need to be anxious. Töltsd be a szívünket, Uram, azzal a szeretettel, amely kiűzi a félelmet és az aggodalmaskodást egyszer s mindenkorra. Please fill our hearts with the love that will drive out all fear and all anxiousness. Most is, Uram, vezess a te ígéd világában bennünket, hogy megláthassuk, hogy milyen gazdagok vagyunk. And guide us in the realm of your word so that we can see how rich we really are.
hogy a te dicsőségedre tudjunk élni és mindeneket cselekedni. So that we would be able to live for your glory and do everything for your glory. Amen. Testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a szent ige, aminek alapján szólni kívánok hozzátok, írva van Péter apostol első levele, második részének 9. versében. Dear brothers and sisters in the Lord Jesus Christ, the scripture passage that I want to speak about is written in 1 Peter chapter 2 verse 9. A megnevezett helyen így van megírva Isten szent igéje. This is what it says here in God's word. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Amen. Amen. Annyit mindenképpen tudnunk kell erről az ígéről, hogy Péter apostol Krisztus után, tehát az ő mennybemenetelét követően körülbelül 30 esztendővel írta. As for the background, we need to know that the apostle Peter wrote this letter about 30 years after Jesus's resurrection and ascension. És elküldte a Kis-Ázsiában élő keresztényeknek. And he sent this letter to the Christians living in Asia Minor. Ahol még nem volt eklézsia, de voltak hívő közösségek. Where there was really no ecclesia yet, but there were small fellowships of believers. Ez a mai Törökország területe tulajdonképpen. It is basically the area that is modern day Turkey. Akkor még a muszlim vallás erőszakos nyomulása még ott nem jelent meg, keresztények voltak nagy többségben. Back then, of course, there was no violent and forceful expansion of Muslims in that region, and there were mostly Christians living there. Mivel Péter apostol teljesen betöltötte Isten szent lelke és az Úr vezetése alatt volt, az ő írása tulajdonképpen Isten üzenete és szentírás. Since the apostle Peter was filled with God's Holy Spirit and was writing under the inspiration of the Spirit, his letter that was really just a normal letter, it became part of the Holy Scriptures. Egyetemes érvényességű, tehát ma is igaz és ránk nézve is van üzenet benne. It is universal. It has a universal validity and still has a message for us today. Az apostol azt látta, hogy ott Kis-Ázsiában, tehát a mai Törökország területén is a Krisztus követői közül sokan zavarban voltak. The apostle Peter, when he looked at the Christians living in Asia Minor, that is modern day Turkey, he saw that many of them were confused. Identitásukban egy zavar következett amiatt, hogy a világ, a meg nem tért emberek kirekesztették maguk közül őket. They were a little bit confused about their identity because when they became believers, the world and those living around them excluded them. A barátaik, az ismerőseik, sőt, a Krisztus nem ismerő családtagok is egyszerűen nem értették őket. Their friends, their neighbors, and even family members who did not accept Jesus, they simply could not understand them. Nekem ez nem idegen, ez ismerős, amikor annak idején, amikor megtértem, édesapám is azt mondta, hogy mi szükség van erre. This is actually something I'm very familiar with, because when I myself became a Christian, my father said to me, why is that necessary? Mi már tudjuk, hogy ez a zavar, ami a hívő emberek között is keretkezett, a gonosznak a munkája. We know that the confusion Christians might experience is a work of the devil. A gonosz munkája abban figyelhető meg, ahogy én is imádsággal vizsgáltam, hogy mindent elkövet azért kezdetül, hogy Isten ellen, az emberek ellen és a teremtett világ ellen munkálkodjék. As I studied this issue with a prayerful heart, I came to realize that the work of the devil consists in that he tries to accomplish his plans among people that are living in the world, but also he tries to affect Christians.
Ez nem múlt időben mondom, hanem folyamatos jelenben, hiszen a teremtéstől kezdve folyamatosan végzi a gonosz az ő romboló munkáját. And this is an ongoing destructive work that he has been involved in ever since the creation of the world. Én megfigyeltem azt, engedjétek meg ezt a kis kitérőt, hogy a teremtéstől Jézus Krisztusig, Jézus Krisztus napjainkig hogyan kristályosodott ki Isten szent lelke vezetésével a sátán munkája, hogyan válik nyilvánvalóvá. And if you look at human history from creation to Jesus Christ and then from Jesus Christ to our days, by the guidance of the Holy Spirit you can realize how the work of the devil was accomplished. Azzal kezdte, hogy a teremtő és a teremtmény között, Isten és ember között megrontotta a bizalmi kapcsolatot. He began by destroying the trust relationship that existed between the creator and his creation. Ezt mondta, csak ugyanúgy van. Csak ugyan. He said, did he really say that? Amikor azt válaszolja az ember, hogy hát nem éppen úgy van, nem éppen úgy, ahogy te mondod, hogy egy páról se jöttünk, csak egyről nem. And then Eve answered, it is not exactly the way you say it. It's not that we cannot eat of any tree, but there is one particular tree that we can't eat of. Akkor azon a stratégiát vált. And then he changes his strategy right away. És teljesen nyilvánvaló az irigység, ami a sátánnak a jellemvonása. And immediately his envy, the envy that characterizes him, becomes obvious. És ezt, mint egy injekciót beplantálja az emberbe. And he takes that and implants it in people like an injection almost. Mm-hmm. Látjátok, hogy milyen irigy az Isten? Nem akarja, hogy olyanok legyetek, mint ő. And he says, can you see how jealous God is and he doesn't want you to become like him. Ne az Isten mondja meg már, hogy mi a jó, meg mi a rossz, hiszen a homo sapiens, az értelmes ember, az majd eldönti, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Don't let him tell you what is good, what is right, and what is wrong. You are intelligent, an intelligent being. You can decide for yourself. Isten irigy a titeket. God is jealous, actually. Nem akarja, hogy olyanok legyetek, mint ő. He doesn't want you to become like him. De én segítek, hogy olyanok leszek, mint ő. But I can help you become like him. Döbbenetes, hogy a munkája milyen eredményes volt. It is shocking how fruitful his work was. Én csak az írott történelmet pörgettem vissza, de ameddig nem volt írott történelem, de az ásatások, a kutatások, a materiális fennmaradások mind azt igazolják, hogy teljes mértékig elkezd az ember szembe menni Istennel. As you look through a written history, but even the archaeological findings, everything supports the fact that the devil's work accomplished what it accomplished was that humans began to stand against God in everything. A gonosz munkája Jézus Krisztus idején és attól egészen napjainkig azt látjuk, hogy egy hatalmas stratégiaváltás történt újból. And then when you look at the time of Jesus and the time since then, you see a huge change in the devil's strategy again. Ez abban mutatkozik meg, hogy az embereknél személyiségzavar, illetve identitászavar következik be a gonosz munkája révén. Now you can see that what he tries to accomplish is a confusion about their identity. Ez nagypénteken mutatkozott meg a legmarkánsabban, és elegészen mostanáig, eddig az óráig tart. It became really obvious on Good Friday, but it has been going on to this very minute. A római jog képviselője Pilátus kiáll és azt mondja, hogy ez az ember ártatlan, semmi halálra méltó dolgot nem találok benne. The person representing Roman law, Pilate, stood there and said, this man is basically innocent. I cannot find anything wrong with him. És ott vannak mindazok, akik ismerték Jézust, meg tudták azt is, hogy kicsoda Barabás. And there were those standing there who knew who Jesus was, and they also knew who Barabbas was. És amikor választani kellett, kit választottak? But when they had to choose, whom did they choose? Na, itt mutatkozik meg. Tehát a személyiségzavar és az identitászavar. Here you see this confusion about identity, the confusion about personality. Van egy olyan dolog, ami ma is nagyon divatos, így nevezik, hogy az érdek.
There is something that is a very fashionable term today, and it's called interest. Az érdek ott és azóta felülírja az igazságérzetet, az emberséget és az értelemszerűséget. Interest was placed above justice and above the love of justice, the love of truth. Tehát Jézus Krisztustól napjainkig és most is az emberek érdeke, ez a meghatározó. And ever since then, the interest of people has been given priority. Az emberek érdeke dönti el, hogy mi a jó, meg mi a rossz. It is the interest of people that decides what is right and what is wrong. Egyetlen példát van említsek, és ezért ne haragudjatok meg rám, de magyar vagyok. And let me just give you one example there, and please forgive me for this, but I am Hungarian. Több barátom is ott van az Európa Parlamentben. I have several friends that are there in the European Parliament. És amikor szoktunk beszélni, mit mondanak? And when we talk, what do they tell me? Azok az országok, amik egyetértenek a mainstream-mel, az irányvonallal, a liberális ateista irányvonallal, azok a jó országok. They say that the nations that agree with mainstream media and ideology and the countries that go along with that, they are the good ones. Egy úgynevezett álliberalizmus telepedett rá a nyugati világra. There is actually a false liberalism guiding the West. Mi vagyunk az igazi liberálisok? In fact, we are the true liberals. Elfogadunk mindenkit. We are the ones that accept and tolerate everyone. Nem csak a hitetlen világot, hanem az ellenségeinket is. Not just unbelievers, but even our enemies. Ahogy szoktam fogalmazni az én ellenségeimmel, hogy én abszolút megértelek téged, de nem értek veled egyet. Like I say, I often tell people that are opposing me, I say, I totally understand you, but I don't agree with you. Azaz álliberalizmus, aminek most mi szemlélői vagyunk, ez tulajdonképpen a legkeményebb diktatúra. But the false liberalism that we see happening is actually the toughest dictatorship. Az egyik keresztény demokrata képviselő ott az Európa Parlamentben, akit néhány hónappal ezelőtt a választás előtt megkörnyékeztek. There is in the European Parliament a representative that represents the Christian Democrats, and a few months before election he was approached. Azt mondták, legyetek már okosak, és fogadjátok el, amit Brüsszel mond, hát legyetek már okosak, és akkor minden rendben lesz. And he was told, be smart and accept what Brussels is dictating, and then everything will be fine. Ha ezt nem fogadjátok el, but if you do not accept it, bármit fogtok csinálni, whatever you do, minden hónapban lesz egy kötelezettségeljárás, meg jogállamisági büntetés. Minden hónapban. Every month we will start a procedure against you, against your nation. Vagy beálltok a sorba, vagy egyszerűen nincs helyetek közöttünk. So either you stand in line or you have no place with us. Ebben élen jár Amerikának egy része, a liberális része, és a nyugat-európai kultúra. And unfortunately part of the US, the so-called liberal part, and most of Western Europe is on that side. Tudjátok, hogy ebben mi a szomorú és egyben a komikus? You know what is really sad and ironic about this? Egy egyszerű példával mondom, állítólag Debrecenben történt a buszállomáson. Let me give you a very simple example. It's supposed to have happened at the bus station in Debrecen. A buszsofőr leszállt, bement a mosdóba az állomáson. The bus driver got off the bus and went to the restroom. Feltette egy fekete szemüveget és egy fehér botot. And put on some glasses and took a white cane. Majd ment a buszhoz, tapogatott és kérdezte, hogy ez a busz megy Újfaluba? And then he tried to find his way back to the bus and he asked some people, is this the bus going to Újfalu? És egy fiatal ember föl is segítette a lépcsőn a vakot. And there was a helpful young man and he helped him get on the bus.
Azután a vakember beült a fülkébe, bezárta az ajtót és indította a motort. But he stood in the driver's seat and closed the door and started the bus. És mindenki ordítozott és az ajtón dörömbölte, ki akartak menni. Everybody began screaming and slamming the door, you know, wanting to get out. Ez komoly. Mentek egy pár métert, és akkor levette a szemüveget, és mondta, hogy elnézést. Hát majdnem megverték. He only drove for a few yards, and then he took off his glasses and turned to them and apologized, saying it was a prank, but he almost got a beating. Tudjátok, hogy ebben mi a tragikus? You know what is really tragic about it? Hogy a világ felelős vezetőinek a többsége szellemileg, lelkileg ilyen vak. But most of the responsible leaders today in the world are spiritually blind. Yes. Viszi a világot a háborúba. They are leading the world into war. Gazdaságilag tönkrevágnak mindent. Economically destroying everything. Yes. Nem akarok tovább menni azért, mert azt mondják, hogy politikus vagyok. And I don't want to go into details. I'm not a politician. I'm not into olyan csodálatos. Right. Olyan csodálatos. Gazdasági jólétben, lelki jólétben, szeretetben, etnikumok egymást testvérként tudnák szeretni, lehetne élni, de a háttérhatalomnak az ördög a mozgatórugója, ezt sose fogja megengedni. It would be possible to live in prosperity, economic prosperity, and in, you know, loving all ethnicities and having peace all over the world, but the powers in the background are being moved by Satan, right. And he will never allow that. That's right. Mi a probléma? So what is the real issue here? Az identitás zavar, a személyiség zavar. It's the confusion about identity. És egy nagyon-nagyon rossz dolgot is megfigyeltem, hogy most nem csak a kisebb gyülekezeteket, hanem a népegyházakat figyelve. And I've also noticed, looking at churches, and I'm not just talking about small denominations, but the major denominations. Hitben élő emberek között is, ha nem olyan nagy mértékben, de jelen van ez az identitás zavar. Even among people who call themselves believers, you can still see this confusion about their identity. Mi a kiváltó oka ennek? Ezen is sokat tűnődtem az elmúlt napokban. What is the root cause of that? I have been pondering. A hitben élő, a megtért ember, embertársaitól esetleg nem kap visszacsatolást. Believers may not receive the feedback that they need from their fellow people. Nem működött az apostoli korban, meg napjainkban a lelki gondozás úgy, ahogy kellene. In counseling, is not really functioning the way it's supposed to. It wasn't in the apostolic age either. Vagy valaki hosszantartó lelki nyomás alatt van, amiben deformálódik a személyisége. Or you may be placed under intense spiritual pressure, and it may cause deformity in your personality. Na hát ez volt a fő probléma ott a mai Törökország területén, akkor Kis-Ázsiában. That was the root cause, actually, among those living in Asia Minor back in those days. Ezért írta az apostol a levelet, amelyből idéztem az előbb. That is why the apostle wrote the letter that I quoted from in the beginning. Emlékezteti a Krisztus követőit, az átadott életű embereket egy csodálatos dologra. And he wanted to remind the followers of Christ of something wonderful. Yes. Ebben, amit leírt nekik, benne van az erő, benne van a békesség, benne van az öröm, a felülről való vezetetés, minden benne van. And what he wrote to them contains the peace, the joy, the strength, the guidance from above, everything that they need. Yes. Ebben benne van választott nemzetség, ezzel kezdi, választott nemzetség. He starts by saying you're a chosen generation. Mm-hmm. Tudjátok, hogy mit jelent ez? Do you know what that means? Nehezen tudom fölfogni a határait, olyan óriási dolog ez. I can hardly comprehend the boundaries of all that it entails. Mm-hmm. Isten szuverén akaratából téged, meg a kis-ázsiaiakat akkor, Péter apostolt, bennünket, téged kiválasztott. Out of his sovereign will, yes. the almighty God of the universe chose you and chose me and chose those believers in Asia Minor. Semmit nem tettünk érte. We did nothing to deserve this. Mert miután kiválasztott, azután jutottunk hitre. Because after he chose us, we came to believe.
Ebben döntő szerepe van Isten szuverén akaratának, amit az irgalom, a kegyelem és a szeretet mozgat. The sovereign will of God had a was the decisive factor in this, and it is moved by His grace and His mercy and His compassion. Tudjátok, az irgalom azt jelenti, hogy nem kapod meg azt a rosszat, amit megérdemelnél. You know, mercy means that you do not get what you would deserve. Right. A kegyelem azt jelenti, hogy megkapod azt a jót, amit nem érdemelnél meg. And grace means you receive what you do not deserve. Yes. A szeretet pedig a legcsodálatosabb, hogy szavakkal elmondani nem lehet. And love is the most amazing concept that you cannot describe with words. Elég a Golgotára tekintünk. You just look at Calvary. És nem találunk szavakat. And you're at a loss for words. Ez adott erőt 2000 évvel ezelőtt, és ez ad ma is. Yes. That was the source of strength 2000 years ago, and that is the source of strength today. Amen. Aki ma délelőtt eljöttél, ne felejtsd el, hogy ez neked is szól. And you who came here today, remember that this goes for you as well. Ha még nem is tudod úgy átélni, átgondolni, de kiválasztott vagy. Even if you cannot really comprehend it, you are chosen. Majd így folytatja az apostol. And then he goes on and says, királyi papság. You are a royal priesthood. Itt Péter apostol, mint zsidó ember, rámutat az ószövetség folytonosságára. As a Jewish person himself, the Apostle Peter points out the fact that this is a continuation of the Old Testament. A királyi papságnak kettős szerepe volt. The royal priesthood had a double role. Egyik oldalról Istent képviselte az emberek előtt. For one, they represented God to the people. A másik része a szolgálatának, hogy az embereket képviselte Isten előtt. And secondly, they represented the people to God. És az, hogy a fő áldozatot a királyi papság mutatta be. And it was the royal priesthood that presented the main sacrifices. Mi az a fő áldozat, amit te be tudsz mutatni? What is this sacrifice that you can present? Hasonlít a Jézus Krisztusére, nem olyan? Hasonlít. It is similar, it's not like the one Jesus presented, amikor but it's Jézus similar. A világért áldozta fel magát. When Jesus offered himself for the whole world. De oda áldozod magad Isten kezébe. You can offer yourself and place your life into God's hands. Teljesen maradéktalanul. 100%. Yes. Ez tulajdonképpen milyen áldozat? Egy nagyon bölcs döntés. What kind of sacrifice is that? That's actually a very wise decision. Egyrészt az életed nem a tiéd. Because number one, your life is not your own. Right. A másik pedig, hogy a legjobb helyre teszed. And number two, that's the best place you could possibly put your life. A világ teremtő Isten, aki Jézus Krisztusért mennyei atyánká lett. Hát oda tenni az életedet az ő kezébe. Van ennél csodálatosabb és bölcsebb dolog? The God who created this world became our Father through Jesus Christ. So is there anything more wonderful than placing your life into His hands? Amen. Majd így folytatja az apostol, szent nemzet. And then the apostle goes on and says, you're a holy nation. Én gyermekkoromban mindig arra gondoltam, hogy hát a szentség az valami olyan lebegő, olyan éteri, olyan megfoghatatlan dolog. As a child, when I thought of the word holy, I thought of something intangible, something etheric, something that is above this world. Ennél pedig sokkal egyszerűbb és egyben csodálatosabb dologról van szó itt. But it is actually something much more simple and more wonderful. A szent azt jelenti, az Istenné, az Istennek elkülönített. Holy really means it belongs to God. It is set apart for Him. Nem a magunkéi vagyunk. It still means you are not your own. Emlékezteti a Kis-Ázsiában élőket, nem a magatokéi vagytok. The Apostle Peter wants to remind those believers in Asia Minor and says, you are not your own. Ez óriási felelősséggel is felruház. Nem azt teszem, ami nekem úgy tűnik pillanatnyilag, hogy jó. This brings with it a huge responsibility because I'm not supposed to do what I think is momentarily the best for me. A másik oldalról pedig kiváltságot és biztonságot ad. On the other hand, it is also a privilege and it gives me a sense of security. Bárhová vet az élet, because wherever life may take me, bárhová kerülsz földi életed során, wherever you end up during your earthly life,
Isten mindig figyel téged, az angyalaid ott vannak és vigyáznak rád és tanácsolnak téged. God always keeps his eyes on you. He always has his angels around you. Amen. Csak egyetlen példa, amikor igyekeztem ide Isten tiszteletre. Just one brief example. As I was driving here, kedvesem mondta, hogy adjam oda a szemüvegemet, hogy egy kicsit áttörölje. My wife said I should hand my glasses to her so she could clean them. Egy-két másodperc volt. It was a one or two seconds basically. És pont ott volt a kanyar, és ennyire mentem el a villanyoszloptól. But there was a curve coming and I just barely missed a pole by a few inches. Csak oda nyújtottam a szemüvegem, és ennyi. All I did was hand my glasses to her for a second and I said, thank you, Lord. Ez csak egy példa. Ilyet ne csináljatok. One example. Don't do that. Egy biztos, hogy Istené az életetek. One thing is for sure, God has your life. Yes. Hát Isten mindenre képes az övéért. He can do anything for those that belong to him. Yes, amen. Megtartásra való nép vagytok, így folytatja. And he says you're his own special people, and the Hungarian says you are his people that should be preserved. Teljesen nyilvánvaló, hogy a világ a pusztulás felé halad. Teljesen nyilvánvaló. Completely obvious that the world is heading for destruction. Erről beszéltek az ószövetségi proféták, de maga Jézus Krisztus is és az apostolok. Old Testament prophets as well as Jesus and the apostles all spoke about this. János apostol, mint Efézus püspöke a Pátmos szigetére száműzték, a látomásban ezt látta. The apostle John, who as the bishop of Ephesus was exiled to the island of Patmos, he saw a vision there. Bármi történik a világban, bármi történik, te meg fogsz maradni örökön örökké. That basically said, whatever happens in this world, you will remain forever. Isten mondta, ez meg fog tartani örökké. Megtartásra való nép vagytok. God promised that he would keep us forever. He said, you are a nation, a people that should be preserved. A pokol az örök ítélet, hogy mondja Jézus Krisztus a Jelenések könyvében, hogy az ördögnek, és akik őt követték, őre hallgattak, annak van fenntartva örökre. De te megtartásra való nép vagy, megtart az Úr örökön örökké. Jesus said about hell that it was a place meant for the devil and his angels, but you are supposed to be preserved forever. Én megszoktam azt, mint gyakorlati ember, hogy amikor akár az igét olvasom, vagy elmélkedek valamin, vagy valamit munkálkodok a kertben, vagy szervezésben, hogy mindig van egy cél. I am a very practical-minded person, so whenever I do anything, study the Bible or even work in the garden, I always have a goal. Céltalanul semmit nem akarok csinálni. I don't want to do anything without purpose. Na ennek, amiket itt az apostol leírott, és ami nekünk is egy üzenet, ennek is van egy nagyon határozott célja. And all that the apostle has said so far and has also written down for us, it has a very specific purpose. Hadd idézem őt magát. Let me quote his own words. Hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. That you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Isten hatalmának a hirdetése. Proclaiming the might of God. A dicsőségének a hirdetése, megélése. Proclaiming his glory and living it. Mivel bennünket is egy szellemi, lelki sötétségből az ő világosságára hívott ki. We were called out of the spiritual darkness into his marvelous light. Örök világosságra. And that is an eternal light. Yes. Mi is volt az a sötétség, ami egészen Krisztusig meghatározta az emberek életét? What was the darkness that characterized people's thinking all the way to Christ? Nézzük csak Ézsaiás proféta mit ír arról a korszakról. What does the prophet Isaiah say about that age? A nép, amely sötétségben ül, egyszer csak lát nagy világosság. He said the people sitting in darkness will see a marvelous light. Yes. Itt már Jézusra mutat előre. And he's foreshadowing Christ with that. Milyen sötétségből jöttél te is, meg én is? What kind of darkness did we come out of? Nem tudom, hogy a társadalomban, ahol születtél, vagy ahol gyermekkorodat töltötted,
ott milyen felfogás uralkodott? In the society, in the culture where you were born, what was the prevalent thinking? Én egy ateista környezetben születtem és ott nőttem föl. I was born in an atheistic environment and that's where I grew up. Engem a családommal kiközösítették, mert templomba jártunk, engem az iskolában megvertek, mert konfirmáltam. Our family was actually rejected because we used to go to church and because I was confirmed I was beaten at school. És az a sötétség, ami volt, most erőteljesen mutatkozik Amerika és Nyugat-Európa irányából. And the darkness that was prevalent here back then is actually prevalent now in the US and in the West. Pedig annak idején ők voltak a zászlóvivők, ők segítettek nekünk ifjúkoromban, gyerekkoromban a misszióban, Hollandiából, Németországból, Amerikából lelki segítséget kaptunk. When I was young, that's where we received help from. There were people living in the West, in Holland and other places, and they were the ones going ahead of us spiritually and rendering help to us. A Szabad Európa hangját titokban hallgattuk a kollégiumban a diáktársakkal együtt. And we secretly listened to a radio station called Free Europe. Annyira zavarták az adást, hogy csupra recsegés, ropogás volt, de hallgattuk azért, meg a lelki énekeket. We could barely hear it because they tried to interfere so much with the broadcasting. But we kept listening to those spiritual songs. És most onnan jön a szellemi lelki sötétség. And from the same source, from the same place, now there is spiritual darkness coming toward us. Még mindig azt tanítják, hogy a világ magától állt elő. They are still teaching that the world just happened to be. Még mindig azt állítják, hogy az ember élete a véletlen műve, a majomból átalakult. They are still saying that human life is an accident. It just happened to come about via apes. És hogy még milyen sötétség, a múltkor beszéltem róla, és nem mondtam a titeket, hogy a lány az nem lány, csak annak gondolja magát, a fiú pedig nem fiú, csak annak gondolja magát. And an even greater depravity of darkness. I mentioned this last time, so I won't go into it now, but now they are saying a woman is not a woman, she just thinks that she is a woman, and a man is not a man, he just thinks that he's a man. Okay. És azért ő dönti el, hogy mit akar csinálni. So you get to decide. Egyik évben fiú lesz, a másik évben meg lány. Maybe one year you will be a woman, next year you will be a man. A lényeg a lényeg. But what is the essence? Most is ugyanúgy, mint 2000 évvel ezelőtt, ebből a sötétségből kihívott Isten egy ragyogó világosság. Today, just like 2000 years ago, God calls people out of this darkness. Yes. Into his marvelous light. Ez kell képviselni, ahol élsz, a családban, az iskolában, a munkahelyeden, akár az Európa Parlamentben, vagy Amerikában, bárhol. Azt mondja, hát azért történt a kiválasztás, a királyi papság, a szent nemzet, a megtartás, ezért, hogy hirdessed, képviseljed a világosságot. This is what you are to represent wherever you are, at your workplace, at your school, in America, in Hungary, in the European Parliament, wherever you are. God has called you from the darkness yes. into his marvelous light in order to proclaim his mighty acts. Amen. Ez ad erőt egy értek vezérelt világban. And this is what can give you strength in today's world that is being governed by interest. Ez ad békességet és örömöt. And this is what gives you peace and joy. Miközben ha az határozná meg az életedet és az enyémet, amit látunk és hallunk, mindig sírnánk. If our lives were determined by what we see and hear around us, we would just be crying non-stop. De amikor tudjuk, hogy mit tett velünk az Úr, ez az egészséges öntudat. But knowing what the Lord has done for us, yes. That gives Amen. You a healthy identity. Az egészséges identitás tudat. A healthy sense of identity. Amen. Az Isten és ember szeretet. Loving God and loving people. Yes. Ez emel téged, hogy nem csak ember vagy, hanem Isten gyermeke. And this will lift you up, because you are not just a human being, you are a child of God. Amen. Ezt sose felejtsétek el. Please never forget that. Áldjon meg a Jóisten titeket. May God bless you all. The light that the highest came would burn.